Sziasztok, itt vagyunk az irodában, most egy kicsit bent dolgozunk, mert kint nagyon hideg van. Az elmúlt két hétben a gazdasági bizottságban meghallgatásokat tartottunk. Vendégünk volt a gazdasági versenyhivatal képviselője, a médiahatóság képviselője, valamint Palkovics miniszter úr. Ezen kívül a parlamentben interpelláltam a munkaügyi bíróságokról, arról, hogy miért szűnnek meg, és hogy vajon lesz-e érdemi képviselete a munkásoknak a bíróságokon. Múlt héten hétfőn a gazdasági bizottság ülésén voltam, ahol szokás szerint az évvégi meghallgatásokat folytattuk. Meghallgattuk a gazdasági versenyhivatal képviselőjét, aki hát elmondta, hogy Magyarországon, a gazdaságban, ezen a részen, amit ő felügyel, minden rendben van. Amikor megkérdeztem tőle, hogy a gazdasági versenyhivatalnak mi a véleménye arról, hogy Orbán Viktor személyes jóbarátja, Mészáros Lőrinc, a bolygó 200. leggazdagabb embere lett, és hát ez gyakorlatilag az ország, Magyarországnak a cégeinek több mint a fele lassan most már kezd az övé lenni, hogy ez nem zavarja a gazdasági versenyhivatalt, akkor ő azt válaszolta, hogy a gazdasági versenyhivatalnak nem tisztje, hogy nézze a gazdaságnak ezt a részét. A következőkben Karas Mónikát, a médiát felügyelő médiahatóságnak a vezetőjét hallgattuk meg, aki csak úgy, mint a versenyigazgatóság képviselője, elmondta, hogy a magyar médiában minden rendben van. Kérdésemre, hogy Orbán Viktorhoz közel álló oligarchák, illetve a magyar állam, akik most már gyakorlatilag a médiapiacnak több mint a 90%-át uralják, nagyon súlyos 100 milliárdokból tolnak egészen pofátlan módon a kereskedelmi csatornákon is és a köztévén is kormánypropagandát, hogy ez vajon a média hatóságot nem zavarja-e, és nem gondolják azt, hogy ez így ebben a formában tartatatlan, és hát egyáltalán nem korrekt a magyar néppel szemben. A hölgy azt válaszolta, hogy a média hatóságnak nem feladata, hogy vizsgálja a Magyarországon lévő médiák hátterét, és a híreknek a egyformaságát, tehát hogy mindenki elmondhassa a magyar médiában a véleményét nagyjából egyenlő súlyban, tehát szerinte minden rendben van. Ezen a héten Palkovics László miniszter urat hallgattuk meg, aki egy elképesztően nagy minisztériumnak az élén áll, hozzátartozik az oktatástól kezdve, az útépítésen át, a gáz, az energiapolitikáig, nagyon sok minden. Palkovics úr összefoglalójában nagyon sok mindenről beszélt. A magyar gazdaság jól teljesít, elkezdtek hazajönni az emberek, elképesztő mennyiségű utat adtunk át, mint azt megtudtuk, hát hogy melyik évben az ugye nem volt odaírva, és azt is megtudtuk, hogy a magyar állam támogatja a közép- és kisvállalkozókat, valamint fantasztikusan jó lesz az energiaellátásunk, minden rendben van, a elkövetkező években újabb és újabb csatornákon keresztül fog hozzánk jönni, például a gáz is. Kérdésemre Palkovics úr, hogy honnan veszi, hogy jönnek haza a emberek Magyarországra, hiszen Magyarországon elképesztően rosszak a fizetések, és az óvodákba, az iskolákba, a kórházakba, a gyárakba, a munkahelyeken. Az a probléma, hogy nincs ember, betöltetlen állások vannak, és nem azért, mert nem lennek elég magyar, hogy elvégezzék ezeket a munkákat, hanem azért, mert külföldön vannak, pont azért, mert kicsi a fizetés. Palkovics László érdemben semmit sem válaszolt. Arra a kérdésemre, hogy ha már olyan nagy rezsicsökkentésben vagyunk évek óta, de külföldön a gáz piaci ára már a harmadára csökkent ahhoz képest, ahonnan indultunk mondjuk 10 évvel ezelőtt, miért nem csökkent Magyarországon is a gázára jóval nagyobb mértékben, mint ahogy azt a kormány propagálja, valójában szintén nem válaszolt érdemben. És hát volt egy nagyon érdekes része is a beszélgetésünknek. Palkovics úr, mint egy megorolva az EU-ra, mondta, hogy hát nem akarnak annyi pénzt adni nekünk, mint amennyi, amit eddig adtak. És én nem kérdeztem, hanem mondtam neki, hogy talán nem kellene annyit lopni. Nagyon jó lenne, hogyha a Magyarország miniszterelnökének a barátai egyik napról a másikra nem lennének multimilliárdosokká, és akkor talán az Európai Unió is jobb szívvel adna Magyarország népének, és nem a magyar miniszterelnök barátjának, családjainak pénzt. Nos,
Erre sem válaszolt érdemben Palkovics László, talán még egy picit bólogatott is, és azt mondta, hogy hát ez ügyben vannak érzetek, de a magyar államnak minél több pénzt kell szerezni az Európai Unióhoz, és fölkérte a ellenzéket, hogy ebbe támogassuk őket, hogy a kormány még több pénzt tudjon szerezni az országnak. Ebben egyébként elvileg igaza van, és persze támogatjuk is abban, hogy a Magyarország minél több pénzt kapjon az Európai Uniónak, csak hát keserű a szánk íze, mert sajnos ez a pénznek csak egy töredéke jut el a magyar néphez, ellentétben Orbán Viktor vejéhez, vagy barátjához, és hát természetesen magához, Orbán Viktorhoz is, és azért ezt a politikát így nagyon nehéz támogatni. A hétfői napon interpelláltam is Varga Juditot, de nem ő válaszolt, hanem Völler Pár. Abban az ügyben tettem föl kérdést, interpelláltam, hogy a kormány miért szünteti meg a munkaügyi bíróságokat, miért olvasztja azokat be a polgári törvénykezésbe. Azért tettem föl ezt a kérdést, mert Magyarországon már így is nagyon bonyolult volt munkaügyi pereket hát bíróság elé vinni egy átlag embernek, egy átlag dolgozónak. Ugye a szakszervezeteket szétverték, kiherélték, és hát kinek van ideje arra, hogy bíróságra járjon, adatlapokat töltögessen ki, amik végérhetetlenek és borzasztó bonyolultak. És ugye ezt kérdeztem a Völner Pártól így, hogy hát hogy miért olvasztották be, mikor lesz egyszerűbb az ügyintézés, és hogy lesz még valaha Magyarországon érdemi munkaügyi ítélkezés. Völner Pár fölállt, és egészen cinikus módon azt mondta, hogy nem is érti, hogy én miről beszélek. Magyarországon ez ügyben is minden rendben van. Teljesen természetes, hogy a munkaügyi bíróságok most már nem lesznek külön. A bírók ezt bírni fogják, még akkor is, hogyha fogalmuk sincs, hogy miről kell ítélkezni, hiszen a bírók specializálódnak. Nem mindenki foglalkozik a munkaügyel. Szóval azokat az aggályokat, amiket én egyébként szakszervezeti vezetőkkel közösen átbeszélve megfogalmaztam, azt lesöpörte az asztalról. Nyilván ennek lesz folytatása, azért a munkaügyi, ez nagyon súlyos ügy, a magyar dolgozóknak kell lennie érdekképviseletének, és kell lennie annak a dolognak, hogyha valami problémájuk van, akkor azt érdemben bíróság elé tudják vinni, ezzel az ügyen mi foglalkozni fogunk. You wanna rumble in my jungle? I'll take you on. Stampede your rumpa and send you home.